Ez egy nehéz kérdés, mert én ugye nagyon édesszájú vagyok, szóval igazából nem is van nagyon kedvencem. Hát szeretem a csokikat, azok közül ugye a Ferrerót, a Milkát, mi ez a haj? A Bosszút is szeretem, a Nutellát, meg minden ilyen hülyeséget. Én nagyon szeretem a Disney meséket, és kiskoromban a Kishableány és a Szépség és a Szörnyetek volt a kedvencem, míg ma már az újabbak közül az Aranyhaj, a Hőshatós, és hát Így nevelt a sárkányodat. Nálam ezek annyira jó mesék, hogy nem tudom. Szóval a Hőshatoson, meg az Így nevelt a sárkányodon is konkrétan majdnem bőgtem, és nagyon szépek, szóval azok a kedvenceim, és nagyon szeretem őket. Bármilyen hihetetlen, de 17 vagyok. Szeretlek. Igen, most kivételesen szeretem az osztálytársaimat, és még a tanáraimat is többek között. Persze vannak, akiket most is nevetve rúgnék le a lépcsőről, de azért a legtöbbet szeretem. Igen, konon, meg bárhol, bárki megölelhet, azért még nem öltem embert, meg másért sem. Vagy de. Emlékszel, hány keretet tél életed során? Mert én nem. És jelenleg egyébként olyan 4-5 darab parókám van, amit úgy szándékozom meg is tartani, vagy amiket már tartogatok egy éve, vagy kettő, vagy még több. Szóval, ja. Van. Méghozzá az, hogy a puszi számomra egy bensőséges dolog, amit én csak a szerelmemmel csinálok. Mert most, ha egy random lány adna nekem puszit, akkor az így, mi a fasz? Miért puszilsz meg? De hogyha arra a pusziszkodásra gondolsz, ami köszönésnél zajlik, az a 3-2 puszi, azzal úgy nem igazán van bajom, de azért azt se szívlelem. Akár hiszitek, akár nem, de megörülök a síros, nyálas, szomorú, romantikus filmekért. És igazából ezek a kedvenceim is, címet nem is fogok mondani, mert az összes ilyen Nicholas Sparks könyv alapján készült meg az ilyen. Tényleg ezek a legcsöpögősebb, legnyálasabb, legszomorúbb, síros, lányos, csajos, esti, nyávogós filmek a kedvenceim. És de ezek fölött ugye az Éhezők viadala. Na, a könyv nálam az éltető, és a kedvenc éltetőm az Éhezők viadala. Megvakulok. Oh. És a második kedvencem a Hopeless, azt nagyon megszerettem. Magyarul a Reménytelen, keressétek meg, ha még nem olvastátok, kurva jó. Aztán a Nicholas Sparks-tól a Menedék is most nagyon tetszett, szóval azt is így kedvenceimnek mondanám, vagy kedvencemnek. És Leiner Laurától is imádom a könyveket, legfőképp a Szent Joanna Gimit, mert az így tényleg nekem is így 7-től kezdtem el olvasni, vagy nem tudom, szóval így Igen, egyébként adom, de nagyon. Na szóval. Addig az. Na szóval. Folyamatosan jöttek ki a részek. Így végigkísérte a 7. 8. évemet, és talán még 9. is olvastam, vagy akkor már nem. Nem volt. Na mindegy, szóval a Szent Jónak Gimit is imádom, hatalmas Cortez fan vagyok, meg a többieket is szeretem. Igen. Méghozzá az Alkonyat. Az Alkonyat könyvformában még elmegy, de filmben már kritikán aluli. Egyedül a farkasok vannak úgy, ahogy jól megcsinálva,
De a színészi játék, meg úgy minden, nekem annyira nem játszik. Szóval Kristen Stewartot én egyenesen gyűlölöm, az a nő maga az irritáció számomra. Aztán a Burok című könyvét még Stephanie Meyer-nek meg sem mertem nézni, mert a könyv az nagyon jó, szóval azt is imádom. Azt kihagytam a kedvenceim közül, de az is így mondhatni egy nagy kedvencem. De a filmet azt nem mertem megnézni, mert mindig rosszat hallottam róla. De majd lehet egyszer megnézem. Fingom sincs. Életem során már annyi könyvet olvastam, hogy a legelsőre már nem emlékszem. Kicsi voltam, az annyi biztos. Kiskoromban egyébként, amikor elkezdtem így könyvtárba járogatni, úgy negyedikes koromban, akkor mindig ezeket a Geronimo Stiltonos könyveket olvastam, amit tudjátok, az a sárga borítós, ami az egérkéről szólnak, és szóval mindig azt olvastam. Utána pedig a megkapott könyvek vették át a szerepet, amikor már kicsit idősebb lettem, és úgy legfőképp miatta szerettem megolvasni, és még mindig ő az egyik kedvenc író. Mióta tudok írni, azóta folyamatosan írtam regényeket, vagy ilyen kisebb novellákat, vagy bármit így kézzel. Aztán utána apámnak a laptopján kezdtem el írni a regényeket, és azóta folyamatosan írok, és mindig is gondoltam rá, hogy milyen jó lenne írónak lenni. Aztán így pár éve elhatároztam, hogy igen, én az leszek, legalább másod állásban, ha sikerül, kiadatom a könyveket. Mint korábban említettem, megölelni bárki megölelhet, akár utcán, akár konon, de a puszit inkább mellőzzük, mert azt nem szeretem. Azért vágattam le, drága Evelyn. Egyébként zárójelesen megjegyzem, hogy Evelyn az osztálytársam. Hogy mert én nagyon nem szerettem. Soha nem szerettem a hosszú hajat magamon. Egész életemben utáltam, de anyám még soha nem engedték levágatni. Aztán 9. végre, amikor 15 voltam, akkor mondtam anyámnak, hogy hagyj vágassam már le, és végül belement, de azóta is mondogatja, hogy növesztem vissza, ami amúgy rohadt idegesítő. De szóval igen, nem szerettem, nem tudtam vele mit csinálni, már ugye a festéstől már voltam vörös, fekete, meg minden. Attól már törött is volt, ronda volt, nem ápoltam, és nem szerettem, nem illett hozzám. Hát te is tudod, milyen vagyok, ismersz. Nem az én stílusom ez a lányos dolog. Hát igazából nem tudom, mert sok piercinget tervezek a közeljövőben, vagy a távoliban, majd mikor nem múltam már 18, mert addig úgyse lehet. De nem tudom, hogy a szemöldökömben vagy visszaszúratom el. Ez még a jövő zenéje. De egyébként szerettem, imádtam a piercingemet, de lehet, hogyha olyan helyeken lesz majd később, amikor már nem fog oda illeni, akkor nem fogom megcsináltatni. De szóval lehet, ki tudja. Én negyedjére jártam ugye abba az általános iskolába, és mindig is utáltam. Utáltam az osztályomat, utáltam a többieket, utáltam mindenkit. Kivétel egy-két embert. De nem szerettem. Magát azt, hogy azt szerettem, hogy korán végeztünk meg mindent, de egyébként ezt az általános iskolát én nagyon nem szerettem. Maga a közösség miatt engem, nem tudom, hogy te tudod, de mivel elsőliba jártunk, de engem mindig is szekáltak, mindig is utáltak. Szóval én is utáltam mindenkit. Nagyon nem szerettem azt a sulit. A mostanit, a középiskolát azt szeretem, de a volt általános iskolámat nagyon nem. Na, ez egy olyan dolog, amit úgy szökőjente egyszer szoktam csinálni. Amikor nagyon rossz a hajam, vagy olyan helyre megyek, akkor igen, így lányosan megyek, és akkor így fölveszek egy parókát. Itt is van egyébként mellettem. Általában őt szoktam fölvenni, ezt a kis barnát, mert ott maradjál, mert ez nem feltűnő, és akkor nem néznek ki egyből az emberek.
De persze egy is tudják, hogy paróka van rajtam, és azért szoktak nézni, hogy mi a fasz, de egyébként jól nagyon ritkán veszem. Ribanc, 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 ribanc. Alfonso, Benito, Domingo, Eduardo, Manuel, Emilio, Sandokan, Zambó, Jimmy, Diego, Margarita. Nem lehet szavakba önteni. Egyébként igazából nem értem azokat az embereket, mert tulajdonképpen semmit nem csinálok. De nyilván jó érzés, mert én is rajongó vagyok néhány ember iránt, és hát nem tudom, mit tudnak értem rajongani, de ha ők rajonganak értem, hát tegyék nekem, nekem most csak jó, tényleg nagyon jól esik, meg tök nagy elismerés, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt vallják magukról, de... Jó érzés. Szóval tényleg jó. Örülök neki.